Nem jó. Én most már csak azon vagyok, hogy éljem túl az estét. Amúgy eskü olyan ez, mint a The Walking Dead. Csak mi hangot adunk ki azért, hogy ne jöjjenek ide. Igen, az ablakot azt csukjuk be, mielőtt lefekszünk. Jó. Sziasztok emberek! Köszöntelek ebben az új videóban, ahol is el fogunk menni egy szellemházhoz csokival. Miért is van rajtam ez a szemüveg? Azt hiszitek most, hogy ez napszemüveg, de nem. Ez a szellemeket fogja látni. Fogom látni a szellemeket vele. Csak most egy kicsit bepárásodott, de most nem kell. Leskes, hogy mit rejt az erdő mélye. Szerintem össze fogom szarni magam. Fun fact, félek a sötétben. Ti semmiképpen se próbáljátok ezt utánunk csinálni. Veszélyes. Majd én vigyázok elődre, ha-ha-ha-ha. Na, indulunk ezzel a bestiával az útra. Vagy menjünk motorra. És hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő videóról sem, amit feltöltök a csatornára, akkor nyomjatok egy feliratkozást, meg egy lájkot erre a videóra. Na hát, annyi kimaradt, amit nem nagyon szerettem volna elmondani, mert eléggé nyomaszt engem is. És nagyon félek. Annyi maradt ki, hogy ez a hely régebb táborozóknak volt fenntartva, és a leírások szerint, meg a hírek szerint elég sok ember életét vesztette már ott. És ma ott fogunk aludni. Nem tudom, Csoki mennyire fél, én nagyon, de körülbelül az út egy olyan 40 perc, a Sanity mesik lefele. Én még jó vagyok, úgyhogy kíváncsi vagyok, meddig fogom bírni, hogy azt mondom, hogy nagyon most már én is beparáztam, de szerintem nem lesz ezzel gondom. Megérkeztünk a helyre, itt van nálam a védőmechanizmus. Most azon vagyunk, hogy be fogunk menni ide. Most povba láthatjátok, hogyha valaki ránk támad. Itt van a felszerelés, itt a csokikem. Ott a védekező mechanizmusod. Először az alsó szintet leellenőrizzük, hogy minden rendben van-e. Gondolom a vécé. Lehetett valamikor. Jó, itt nincs semmi. Tiszta. Amúgy most fazmafóbiást játszunk. Mi vagyunk a Ghostbusters. Csoki, mennyire félsz? Még oké vagyok, úgyhogy... Hát még egyelőre én is. A jó hír az, hogy vannak ágyak. Lesz hova lefeküdni. Hogyha aktivitást észlelsz, szólj. Annyira még jelenleg nem vagyok beszarva, de ez még az este folyamán sajnos változhat. Most átnézzük a házat, hogy biztonságosan el tudunk-e itt tölteni egy éjszakát, és a többit látjuk később. Hát ez elég rémisztő amúgy így végignézni ezeket. Mi van? Nem tudom, keci! Nem tudom. Mit csinálunk, Csoki? Fennem megyünk? Fennem megyünk. Hát de azt jelenti, hogy itt aludtak. Hát, mi is aludni fogunk akkor ezek szerint. Mi? Én ott biztos nem fogok hát aludni. Még gyorsan átnéztük az első és a második emeletet, és kiválasztottuk számunkra a legmegfelelőbb helyet. Amúgy megkérek szépen mindenkit, hogy ezt ne csinálja utánunk, mert egy erdő közepén egy elhagyatott ház Erdélyben nem a legbiztonságosabb, mivel hogy medvék is lehetnek. És most, hogy kiválasztottuk számunkra a legmegfelelőbb szobát, el fogjuk készíteni az alvóhelyet, felhordjuk a dolgokat, amiket hoztunk. Nagyon kellemetlenül érzem magam itt ezen a helyen. A szemitim az egyre csak lefele esik. Ilyen helyen még nem kellett töltenem éjszakát. Most se kötelező, de megpróbálom a félelmemet legyőzni. Le kell győzni mindent is. Egy izolé le van téve. Felhozzuk a másikat, lent az alsó szinten vagy kint a házból gyújtunk egy tüzet. Közben lehelyezik egy decoyt, hogyha valami jön be vagy ki, akkor az jelzi. Ezt a nassot kivehetjük, csak két sört. És igen, mint ahogy halljátok, ez a legjobb dolog, ami történhetett. Ezt a hangot gondolom, hogy hallottátok. A legjobb dolog, ami történhetett volna este velem. Sajnálatos módon ez történt, kiesett a zsebemből. Meg megfogtam volna.
Szegény ső. Mint ahogy látjátok, már nem olyan jó a kedvem, mint amilyen volt, amikor indultunk. Ezt feltehetem, de ettől nem leszek merészebb. Igen, attól még szembe jön veled a szemben is. Igen. Sikerült felhoznunk mindent, amire szükségünk volt. Már itt vagyunk egy jó ideje, körülnéztünk itt a környéken, a ház körül, meg a házban. A házban nem találtunk semmit. Igaz, hogy szellemet vadászni jöttünk, de én úgy érzem, hogy mi vagyunk, akikre vadásznak. Én most már csak azon vagyok, hogy éljem túl az estét. Nem mondanám, hogy annyira hideg van idáig, 3 és 5 fok körül lehet. Láthatjátok a leletemet. Elég nehéz összeszedetten beszélgetni, amikor az ember be van szarva, ezt ugye elmondanám. Én félek nagyon, nem tudom, csak itt hogy vagy ezzel. Nekem egyedül azzal van a bajom, hogy kicsit ilyen... nézzétek, hogy milyen helyekkel aludunk, de... Istenem! Content! Egyszer, igen, egyszer a videó vállalni. Egyszer be kell vállalni, úgyhogy... Ja, meg fogunk halni. Nem fogunk meghalni. Amúgy azt az ajtót ki fogja este figyelni, te fogod nézni? De figyelj, rakunk díkolyokat, ha valami bejön, azt meghalljuk instant. A menekülési terv, hogyha menekülnünk kell, akkor az ablak nyilván, hogyha ott valami bejön. Onnan pedig rohanunk az autóhoz. Most, hogy minden elkészült. Az éjszakára jön. Hát egy éjszakára mind a csövesek meg leszünk. Na csak ki, mi a helyzet? Itt még tüzet raktunk, lassan ehetünk. Vá, de jó. Húsika. Együnk egy kicsit. Ez sajnos azt veszem észre, hogy merül le, és nem hinném, hogy most már sokáig húzza, pedig nagyon jó fényt csinál. Csokinak a lámpájával fogunk maradni, ami szerintem nem lesz a legmenőbb. Együnk és próbáljuk meg átvészelni az éjszakát. Székely hotdogot eszünk. Igen, ilyen a székely hotdog. Egy kicsit beindítottam a bestiát, hogy az állatokat egy kicsit űzze el innen a közelből. Amúgy eskü olyan ez, mint a The Walking Dead. Csak mi hangot adunk ki azért, hogy ne jöjjenek ide. Amúgy írjátok már le kommentbe, hogy ti hisztek az ilyen másvilági dolgokba. Én az a baj, hogy igen. És emiatt sokkal jobban parázok, mint Csoki. Ilyen fény nélkül a helyzet. Hát rajtam még van fény? Rajtad. Ennyi fényünk van. Megettük az ételeket, feljöttünk a kebb helyre, ahol letáboroztunk. Megpróbálunk pihenni, egy kicsit megmelegedni, mivel hogy elég hűvös kezd lenni. Igen, az ablakot azt csukjuk be, mielőtt lefekszünk. Jó, be van csukva. Good night. A másik lámpánk sajnos lemerült, ez a fény pedig nagyon sérti a szememet. Én nem tudok aludni. Azt tudom, hogy többet ilyen challenge-et nem csinálok. Most már túlvészeljük az éjszakát. Reggel találkozunk. Merül le sajnos ez a szar lámpa is. Sikerült a színét is elállítanom. Fel kellett üljek, nem tudok tovább feküdni. Annyira siralmas ez a hely, nem bírom. Nem jó. Ezt figyeljétek. Váó, kék. Ja nem, visz... Alól, sikerült visszaállítani. Király! Pár órát kell kibírnunk, akkor már kezd szürkülödni, és akkor már jól vagyunk. Kétszer vagy háromszor csuktam le a szememet, de nem bírtam. Reggel találkozunk. Na hát, jó reggelt. Az a helyzet, hogy sokat nem aludtam. Csoki még azt mondom, hogy úgy, ahogy én már idáig ébren voltam, Csoki ő szerintem egy kicsit tudott aludni. Nekem körülbelül ilyen mikroalvásaim voltak. Éjjel rettenetesen hideg volt. Ha tetszett az a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, és a következő 24 órás challenge-ben találkozunk. De többet ilyent soha. Sziasztok!